Pamiatlanszatot úgy presznek edzni. Egészen pontosan emlékszem arra a napra, amikor elkezdtem edzeni. 2016. január 4-e volt. Egy barátom vitt el először, szerettem volna egy kicsit tornázni, kezdeni valamit magammal. Idén lép a krisztusi korba az egyik legismertebb komáromi újkori Spartán versenyző. Maros Kudlik bebizonyította azt, hogy az embert céljai elérésében még a mankó sem gátolja. A jobb lábát még gyermekkorában veszítette el egy daganatos betegség következtében. Először ez valóban arról szólt, hogy én is mozogjak egy kicsit, hiszen tudjuk jól, hogy a mozgás nagyon fontos, és szerettem volna egy fittebb erőnlétet elérni. Aztán már azért edzettem, hogy javítsam és szinten tartsam a kondíciómat. Majd aztán következtek különféle megmérettetések, és rájöttem arra, hogy ezeket a kihívásokat én nagyon szeretem, szeretek helytállni, és így módon a saját korlátaimat is átlépni. Az elmúlt 5 évben 33 Spartan részerő próbán jeleskedett, és nem csak Szlovákiában, hanem Magyarországon, Csehországban, Ausztriában és Romániában, de a spanyolországi Majorkán is. Neki és társainak is az a célja, hogy az emberek életét a motiváció erejével változtassa meg, és ráébressze őket arra, hogy a komfortzónájukból kilépve kipróbálják a spártai életvitelt és felfedezzék azt. Már milliók hódolnak a több kilométeres akadálypályák szenvedélyének világszerte. Marost egy jó barátja vezette rá erre. Különféle videókat mutatott nekem, és elmesélte, hogy ilyen versenyeken ő is részt vesz, nem sokára Nyitrán lesz hasonló. Az én első reakcióm épp olyan volt, mint amit gondolnak. Egyszerűen el nem tudtam képzelni, hogy mi ütött belé. Talán átkattant neki, vagy ilyesmi, és pontosan elmondtam neki azt is, hogy mit csinálnék ott, valószínűleg meghalnék. Hát igen, a győzelem az győzelem, de én győztesnek érzem magam akkor is, ha általában az utolsók között érek be a célba. Persze nem szabályszerű az, hogy én csak a legutolsóként érkezem. Azt hiszem, ilyen csak háromszor fordult eddig elő. Az biztos, hogy felkeltem az emberek figyelmét, rám általában felfigyelnek. A visszajelzés pozitív, engem ez nagyon lelkesít, energiával tölt fel, és motivál a folytatásra. A legnehezebb feladat számomra a versenyeken az olyan próbatétel, mikor nehéz tárgyakat kell görgetni vagy cipelni, például homokkal teli zsákot, vagy kavicssal megrakott vödröt, esetleg valamilyen nehéz kőgolyót, vagy farönköt kell megragadni. Az elmúlt év valóban egy kicsit más volt, ennek ellenére el kell mondanom azt is, hogy nagyon sikeres volt. Az elmúlt év elején elkezdtem megvalósítani azokat a terveket, amiket még az előző decemberben tűztem ki magam elé, és egy malorkai versenyen is sikerült részt vennem. Az új típusú koronavírus terjedése megállt parancsolt a versenyeknek, de az edzőtermi edzéseket sem kímélte. Az elmúlt év legnagyobb kihívása augusztusban várt rá a csehországi Liberecben, ahol a Spartan Ultra versenyen vett részt. A több tucat akadállyal ellátott, mint egy 50 kilométeres szakaszt 22 óra alatt teljesítette. Spartans! What is your profession? Azért is vállalkoztam erre, mert abban a bizonyos 2016-os évben láttam először egy olyan érmet, amilyet az ilyen versenyeken adnak, és az nagyon szép volt. Akkor arra gondoltam, hogy én is szeretnék ilyen medált kapni egyszer. Ez volt az egyik ok. A másik pedig az, hogy fokozatosan javult a teljesítményem. Egyre inkább sikerült kitoldom a saját korlátaimat, és tudtam, hogy ez még egy olyan mérföldkő, amit mindenképpen szeretnék elérni. Körülbelül 54 kilométer volt a pálya hossza, és 76 vagy 77 akadályt foglalt magába. Az első versenyzők reggel 6 órakor rajtoltak el. Az én startom 4 órával volt előttük. Éjjel 2 órakor volt, és végül nem sokkal éjfél előtt beértem a célba. Sötétben rajtoltam, és szintén éjsötétben értem el a célt is. Egyértelműen kemény és igényes feladat volt ez. Efelől nem lehet kétsége senkinek. De ez valami olyasmi volt számomra, hogy ilyen versenyt még az életben soha nem éltem meg. Nagyon megterhelő volt, főleg a vége felé. Noha kimerültségemet igazán fel sem fogtam, hiszen az adrenalin feltöltött. Ezen kívül számos alkalommal vett részt jótékonysági futóversenyeken, és ismét Nyitra megye egyik legeredményesebb sportolójává válhatott. Valamilyen versenyeket már hirdettek meg az idei évre is. Egyelőre csak csehországi kiírásokat láttam. Hiszem, hogy ezeket már sikerül megvalósítani. Most, amikor az edzőtermek zárva vannak, otthon edzek. Ahogy azt az éppen adott tér engedi, a szobámban főként egyszerűbb gyakorlatokat tudok végezni, hogy az erőnlétemet szinten tartsam. Most kissé fáj a vállam és a sarkam is. Maros a média világába is belekóstolt. Lehetséges, hogy a legtöbben nem is sejtik, de a Komáromi Magazin férfi szinkronhangjai az ő tolmácsolásában hangzanak el.
Prvým zistením na stretnutí bolo, že v mnohých prípadoch bol daný právny rámec, avšak v mnohých prípadoch úrad alebo obyvatelia tieto príležitosti nevyužili. Ani moji rodičia ma nerozoznali. Még a saját szüleim sem ismerték meg a hangomat, amikor először hallottak riportban. Úgy fogtam fel, hogy ez egy új lehetőség, kipróbálhatok valamit, ami új és fejlődhetek benne. Ez egy olyan munka, ami nekem nagyon megfelelt, annak ellenére is, hogy vannak olyan napok, amikor jól megy a szinkronizálás, vagy vannak olyan napok, amikor az ember kissé fáradt, vagy rosszul aludt. De a kollégák nagyon kedvesek, tehát csak jókat tudok mondani. Mindeközben egy egész estés dokumentumfilm is készül róla, melyet a libereci ultramaratonon forgattak le, Marosról, a spártai ultráról. A filmen már az utolsó simításokat végzi. Robi ho režisér Martin Simunič. Neviem, či ho budeme vidieť v kinách, ale... Martin Simunič rendező készíti a filmet. Azt nem tudom, hogy a mozikba bekerül-e majd, de én azt is el tudnám képzelni. Az apró részletek ebből a filmből kiderülnek majd, és úgy gondolom, hogy sok minden majd az én számomra is meglepetés lesz. Mert sok mindenre erről a versenyről nem emlékszem. Egy-két részlet számomra teljesen elveszett. Tehát kíváncsi vagyok. Takže sám som zvedavý. Mal som limit presne do polnoci, že môžem prísť do cieľa. Célba érkezésemet éjfélre datálták előzetesen. Ha csak egy perccel is később érkeztem volna, megdiszkvalifikálnak, és érmet sem kapok. Sikerült 7 perccel éjfél előtt beérni a célba. Minél többször áll meg az ember közben, annál többet agyal, és annál többet fékezi önmagát. To nie je dobré asi. Mal som so sebou jednu pomocníčku, mala inštrukcia odo mňa, že mi musí... Volt egy segítőm is, akinek az volt a feladata, hogy 15-20 percenként kis harapnivalóval lásson el. Szárított hússal, dióval, szőlőcukorral, és ha jól emlékszem, egy kis gumicukrot is kaptam édességgyanánt. Cukor tam určite bol hroznový, a myslím, že ešte nejakých gumených medvedíkov, alebo nejakých takých... Az akadályok főként klasszikus futóversenyszámokból álltak az esetek többségében, de voltak újdonságok, újonnan kifejlesztett akadályok is. Ha jól emlékszem, 18 feladatot nem sikerült teljesítenem, és ez annyit jelent, ha jól számolok, büntetésből ezért 544 ütemű fekvőtámaszt kellett megcsinálnom. A spártai megmérettetések a magánéletébe is fényt hoztak, hiszen csodálatos barátokra lelt és Csehországban a szerelem is rátalált. Emellett motivációs előadásokat tart iskolákban és rendezvényeken egyaránt. Munkásságát és életét a közösségi oldalakon is nyomon követhetik.